A Tiszafüred jóvodák cseperedő tagovodája január 21-én farsangi kézműves délutára várta a gyermekeket és a szülőket. Az Egy szív, két kéz, 100 ötlet programsorozatban megvalósult vidám délutáni foglalkozásra nagyon sokan érkeztek. A kézműves délutánra érkezőket már az előtérben farsangi hangulat fogadta, ugyanis a galériában állarcok kiállítása volt látható. A szebbnél szebb maszkokat és szemüvegeket az óvodások hozták a tárlatra. Többféle anyagból készült, valóban különleges darabok kerültek a kiállításra, köztük egy szépséges, velencei mintára készült kék állarc hercegi virágdekorációval a tetején. A foglalkozás támogatója Tiszafüred város önkormányzata volt, aki a Bajcsi úti Csimotákért alapítvány költségvetését egészítette ki még 2016. májusában. Ez a forrás biztosította korábban az adventi kézműves délután megrendezését is. A rendezvény hagyománya az, hogy a cseperedő óvoda két csoportszobáját átrendezik az óvónénik úgynevezett kiscsoportos foglalkozáshoz. A nagy nap előtt aprólékos munkával előkészítik az alapanyagokat, az eszközöket, gyakran kivágják a nagyobb papírdarabokat, a bonyolultabb mintákat is. Amikor az óvodások, a szülők, esetleg testvérek megérkeztek, már csak le kellett ülni az asztalhoz, és hozzá lehetett kezdeni a munkához. Erre a szombat délutánra csillámtetoválást, bohóc sapka, velencei állarc és üvegmatricás farsangi szemüveg készítését kínálták az óvónénik. A manapság a gyerekek körében még mindig divatos arcfestés is a farsangi alakoskodás egyik formája, csak az állarc helyett már modern festék adja az állarcot, virág, állat vagy valamilyen közkedvelt mese vagy filmszereplő formájában. A csillámfestés a test, a bőr díszítésének egy egyszerűbb módja. Természetesen itt is lehet formát, mintát választani. Az egyik csoportszobában vidám bohóc sipkákat lehetett készíteni a gyerekek számára a bohóc, a színházak, cirkuszok vidám figurája, akinek kötelessége, hogy mindenkit megnevettessen. Valószínű, hogy még az iskolában sem tanulnak majd arról, hogy a bohóc őse az udvari bolond volt, aki a középkori vásári vagy nagyúri szórakoztatás legfontosabb alakja. A bohóc a karneválok idején bármit kimondhatott, amit sem az uralkodó, sem a nagyurak, sem a főpapok számára senki nem mert megmondani. Az óvodásokat elkísérő anyukák szívesen leültek ahhoz az asztalhoz, ahol előre kiöntött gipszformák sorakoztak. A fejek velencei karneváli maszkot ábrázoltak. Az olaszországi Velence mai napig híres karneváljainak elmaradhatatlan kelléke a maszk, amit kötelező viselni a résztvevőknek. A maszk több, mint a nálunk ismert farsangi szemüveg, gyakran az egész arcot is befedi, formája, színe tradicionális jelentéssel bír. A maszkok kialakulását a 16. század második felére teszik, amikor vándorszínész társulatok szórakoztatták a nagy közönséget, ahol a színészek a karaktereket jól megkülönböztető állarcokat viseltek. A karneváli mulatságok alkalmával azért készültek az állarcok, hogy a résztvevőket ne lehessen felismerni, hogy minden társadalmi osztály szabadon, együtt ünnepelhessen. A velencei maszkok ma már a város védjegyének számítanak. A délután során a legnehezebb feladat az üvegmatrica festéssel készülő farsangi szemüveg elkészítése volt. Óvodákban már találkoztunk ezzel az érdekes technikával, amelyhez valójában az úgynevezett üvegfesték, papír és egy fólia szükséges. Az üvegmatrica festéknek nevezett festék egy olyan anyag, ami a levegőn megszáradva, matrica-szerűen tapadó, általában átlátszó réteget képez. A munkamódszert az ólomüveg festéshez lehet hasonlítani, amelyben egy fekete keret adja meg a színes festékek helyét az üvegen, jelen esetben a fólián. A kiválasztott és a fólia alá helyezett minta alapján kellett dolgozni, először a fekete keret készült el, majd amikor megszáradt a kontúr, hozzá lehetett kezdeni a minta kitöltéséhez. Ahányan dolgoztak a kisasztalnál, annyiféle díszes farsangi szemüveg készült el.
Egy-két órányi szorgos munka után össze lehetett gyűjteni az elkészített kincseket, hogy otthon a család tagjai megnézhessék, mi készült el a cseperedő óvoda kézműves délutánján.